Nem tört volna ki a harmadik világháború, ha Oroszország elsüllyesztette volna azt a brit rombolót, amely a Krímnél megsértette a tengeri határát. Ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egy minapi élő tévéműsorban, méghozzá nézői kérdésekre válaszolva, hogy mit értett ez alatt. Ezt fogjuk megbeszélni Bendazsevszki Antonnal, a Danube Institute kutatási igazgatójával és a posztszovjet térség szakértőjével, aki itt van velünk a vonalban, és nagy tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Akkor kezdjük az elején, hogy mert egyébként voltak, akik harmadik világháborút vizionáltak. Tehát jó, hogy Putyin most így ezt utólag közli, de ebből még akár azt is feltételezhetnék, hogy akár ki is törhetett volna. Ugye ez egy újságírói kérdés volt, amire Putyin válaszolt, és nyilván az újságírói kérdéseknek megvan az a tulajdonsága, hogy provokálnak. Elég Joe Biden március interjúrájára gondolni, amikor megkérdezték, hogy gyilkos-e Putyin, amire Biden ugye rávágta, hogy igen. Tehát itt Putyint is némileg újságírók provokálták. Nyilván ezek a kérdések előre meg voltak beszélve, tehát készültek rájuk. És ebben benne van, hogy az elmúlt 10-15 évet mind a sajtó, mind a szakértők amolyan újabb hidegháborúként kezelik a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak a mélyrepülését vagy hanyatlását. Ezekben egy újabb hidegháborút látnak, és hát a hidegháborúban is ugye mindig benne volt az a fajta félelem, hogy akár ez a hideg fázis, ez átmehet egy forró fázisba, amikor egy valódi hadműveletekkel járó konfliktus tör ki, ugye a kubai rakétaválság idején erőteljesen megközelítettük ezt a félelmet. Most nem volt benne a levegőben, egyáltalán nem mondhatni azt, hogy benne lett volna a levegőben az, hogy itt egy újabb háború törne ki, pont mondjuk a brit hadihajó miatt, de az, hogy hidegháborús korszak van, ezt nyilván itt a szakértők régóta mondogatják. Illetve hozzátartozik az is, hogy ugye március-áprilisban egy erőteljes orosz haderő átcsoportosítás Ukrajna határainál, és akkor viszont erőteljesek voltak a félelmek, hogy mi van, hogyha egy orosz-ukrán háború törhet ki, na akkor vajon például a NATO beleavatkozik-e, vagy Európai Unió beavatkozik-e, ami már magával hozta volna esetleg egy világháborúnak a kitörését. Ilyen félelmek néhány hónappal ezelőtt jelen voltak, azóta ugye az orosz hadsereg is elvonult, és Joe Bidennek is sikerült találkozni Vlagyimir Putyinnal, úgyhogy némileg eltávolodtunk ezektől az aggodalmaktól. Mennyire kell óvatosan bánni a hidegháborús kifejezéssel, és ön szerint ami most zajlik Oroszország részéről, akár az ukrán térségben, akár más térségekben, az mondható-e hidegháborúnak? Nekem nagyon tetszik az egyik ismert orosz politológus, a Dmitri Treninnek a megfogalmazása, aki azt mondta, hogy a hidegháború valójában soha nem ért véget. Ő például azon a véleményen van, hogy ahogy annak idején Németországot is belekényszerítették egy kedvezőtlen békeszerződésbe az első világháborút követően, valójában ugye mindig benne volt a szerződés követően, hogy Németország majd revansot fog venni. Most hasonlóan gondolkodik Oroszország is, ez némileg szembe megy a nemzetközi logikával, hogy az orosz logika szerint, vagy pontosabban az orosz politikai elit logikája szerint a Szovjetunió nem omlott össze, nem szűnt meg önmagától, hanem hozzásegítették. Az Egyesült Államok, a nyugati államok különböző eszközökkel, akár például a fegyverversenynek a kikényszerítésével elérték azt, hogy a Szovjetunió megszűnt létezni, és hogy maga Putyin is a Szovjetunió összeomlását a 20. század legnagyobb
geopolitikai katasztrófájának nevezte. Tehát ők úgy látják, hogy hozzásegítették ahhoz, hogy ez a nagy állam alakulat, amire büszkék voltak, hogy ez megszűnt. És azt is tudjuk, hogy az orosz álláspont szerint a Szovjetunió megszűnését a nyugat kihasználta, hangsúlyozom, ez az orosz hivatalos narratíva, és a NATO, amely elvileg azért jött létre, hogy megakadályozza a Szovjetuniónak a térnyerését, vagy kordában tartsa a Szovjetuniót. A Szovjetunió összeomlása után sem szűnt meg, sőt épp ellenkezőleg eljutott egészen Oroszország határaihoz. Így ez a fajta gondolatmenet önmagában elvezet minket ahhoz, hogy itt valamiféle revansot kell, hogy vegyenek az oroszok, mert hogy külső hatalmak, vagy más külföldi hatalmak segítségével ugye megszűnt az államok alakulat, amire büszkék voltak, közben a NATO megközelítette az orosz határokat, tehát egyfajta, amely permanens fenyegetésben él Oroszország, hogyha itt az orosz politikai gondolkodóknak a gondolatait nézzük, akkor nagyjából ez a helyzet. Így a orosz és a nyugat között bekövetkezett szakítás, ez gyakorlatilag csak időkérdése volt. Ugye 90-es években, a 2000-es évek elején egészen jónak volt mondható a kapcsolat, Oroszország több mindenben próbált a nyugatot másolni, aztán fokozatosan ez a kapcsolat megromlott, nagyjából 2004-5-6-ra tehetjük ennek a jeleit, a posztszovjet térségben kirobbant színes forradalmakban Oroszország a nyugat kezét látta, hogy például az Egyesült Államok segítette hozzá a posztszovjet térség ellenzékét, hogy fellázadjanak a hatalommal szemben. Tehát nem akarom ezt bővebben részletezni, de hogy nagyjából ez volt az időszak, amikor egyfajta törés következett be, és a már említett, a Dmitri Trenyen által említett logika szerint, itt gyakorlatilag ez csak időkérdése volt, tehát Oroszország, Szovjetunió úgy szűnt meg létezni, mint geopolitikai tényező, hogy nem volt kellően rendezve ez nemzetközi fronton, és erős sérelmek maradtak benne Moszkvában a megszűnését illetően, tehát gyakorlatilag csak időkérdése volt, mire ez a fajta ellenségeskedés vagy revanchizmus visszatér az orosz politikába. És ezt most látjuk az elmúlt években. Ez mennyire komoly? Tehát mondhatjuk, hogy hozzátartozik az orosz identitáshoz ez a fajta revansvágy, de a valóságban, ha létrejönne, az óriási gazdasági nehézséget okozna az orosz központnak, Moszkvának, vagy ők tényleg benne lennének abban, hogy a posztszovjet térséget egyesítsék, és újra mondjuk egy Szovjetunió típusú állam létrejöjjön? Hát itt több részben áll a kérdése. Az egyik rész, mennyire valóságos ez a fajta, ha jól értem, az a félelem, amiben élnek. Ugye Oroszország a világ legnagyobb állama. Rengeteg országgal határosak, két kontinensen át húzódik. Tehát sok-sok állam, mondjuk úgy, hogy veti a szemét az orosz területekre, és konstans félelemben élnek emiatt, hogy esetleg feloszthatják őket, vagy területeket hódítanak el tőlük. Ez egyrészt folyamatos, hogy ilyen félelmet indukál, és egy megfelelő válaszlépéseket, például a katonai fegyverkezés, ugye a katonai szektornak a fenntartás, ez mindebből következik. Másrészt pedig ugye nagyon nehéz központosítani. Ezért központosított ennyire Oroszország, mert egy lazán központosított államot nehéz egyben tartani, és ezt láttuk a 90-es évek elején, amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor a regionális állósodási tendenciák egyben megjelentek. Tehát volt olyan orosz terület, Jekatyirinburg környékén, amely például saját pénzt veretett, vagy adott ki saját pénzt, mert úgy gondolták, hogy ők egyenértékűek a központtal Moszkvával. Tehát ezért is van szükség egy erős központra, mert ezt a hatalmas országot más eszközökkel nehéz egyben tartani, másrészt pedig állandó félelemben élnek amiatt, hogy esetleg elveszik a területüket. Igen, ugye említettem, hogy Putyin
a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának nevezte Szovjetunió összeomlását, amiből látszik, hogy ő számára a Szovjetunió nem csak egy fontos politikai tényező volt, hanem ő nagyjából így képzeli el ennek a régiónak, ennek a térségnek a politikai jövőjét is, tehát a Szovjetunió leckéből kiindulva. Volt több cikke is Putyinnak, amelyekben 2010-2011 környékén, amelyekben erről elmélkedik, hogy a térségnek a jövője hogy fog kinézni. És erre az orosz válasz az Eurázsiai Unió volt. Ugye az oroszok azt találták ki, hogy a Szovjetunió tapasztalataiból, vagy múltjából kiindulva, az Európai Unió gazdasági tapasztalatait felhasználva, a térségben egy új alakulatot hoznak létre. És ugye ez az integrációs folyamat az el is indult. Az elmúlt 10 évben egészen hosszú utat járt be. Most jelenleg Eurázsiai Gazdasági Uniónál tartunk, amelyben 5 állam vesz részt. De nagyjából 2014-15 után ez az orosz integrációs projekt megrekedt. Ennek az egyik oka, talán az egyik fő oka a finanszírozás hiánya volt, tehát a nyugati szankciókat követően Oroszország már, illetve hogy az olajáraknak a bezuhanását követően Oroszország már közel sem volt olyan helyzetben, mint korábban. Ugye az oroszokkal való integrációra lépő államoknak ez egy nagyon jó ösztönző erő volt, hogy pénztámogatást is kaptak az oroszoktól az integrációért cserébe. Ez a fajta ösztönzés, ez 14-15 után eltűnt. Másrészt Oroszország konfliktusa Ukrajnával több posztszovjet államot is elijesztett ettől az integrációs projekttől, ugyanis több más országban is, például Belarusban, Kazaksztánban jelentős számú orosz kisebbségek élnek. Már most, hogyha bármelyik pillanatban az orosz kisebbségek védelmére hivatkozva meg lehet támadni egy országot, vagy meg lehet szállni a területei egy részét, akkor ez egy veszélyes barátság. Úgyhogy ezek miatt ez a fajta orosz-eurázsiai projekt, amely átgondolta a korábbi Szovjetuniónak. Ugye a Szovjetunió és a cári birodalom örökségéből merített, tehát ez nem egy úgymond nem egy 70-80 éves projekt volt, hanem annál sokkal több. Most az oroszok által megálmodott, vagy Putyin által megálmodott Eurázsiai Unió is ezekből a gyökerekből merített volna, csak újabban ezek a pénzügyi problémák, illetve az orosz ellenséges lépések a posztszovjet térségben megrekesztették ezt a projektet. Korábban rengeteg terv volt, volt egy roadmap, rengeteg terve volt Moszkvának, hogy hogyan fog zajlani az integráció, közös politikai integráció, akár közös parlament, közös minisztériumokról is szó volt, sőt, a korábbi tervek szerint 2024-25-ben már a saját közös valutát is bevezettek volna. Most jelenleg ezek a tervek, ezekről a tervekről nem tudunk semmit, azok félre lettek rakva egy fiókba, de hát bármikor előszedhetőek, hogyha olyan lesz a politikai helyzet. Ez a helyzet most nem olyan, hogy újra lehessen a posztszovjet térség integrációjáról beszélni. Főleg úgy, hogy is mondok egy másik szereplőt, hogy Kína is nagyon aktív a térségben, és korábban ugye Oroszország saját maga köré próbálta gyűjteni ezeket a területeket, a posztszovjet integrációnak a szerves része, tehát a posztszovjet integráció orosz vezetése valósult volna meg. A nyugati szankciók után ezek az államok egy picit ellehetlenítődtek, és Oroszország kénytelen volt Kína felé fordulni. A nyugattal kieső kapcsolatokat ugye Kína révén próbálták bepótolni, és ez a fajta kapcsolat már egészen más posztszovjet térséget feltételez. Ott már Kínára is szükség van, mint együttműködő partnerre, tehát Kína is biztosan, ha ez a folyamat tovább halad, mint ahogy most van, tehát egyre fokozatosan romló nyugati kapcsolatok, Oroszország Ázsia felé való fordulása,
pénzügyi forrásoknak a hiánya, tehát hogyha ezek a tendenciák folytatódnak tovább, akkor biztosan jó, hogy Kína egyre több szerepet vállal a posztszovjetiségben, ami már például a Közép-Ázsiában évek óta történik. A Kína-Oroszország viszonylatában egyébként melyik az erősebb fél? És tudom, hogy elsőre rávághatnánk, hogy Kína, mert gazdaságilag, meg katonailag is bizonyára így van, de befolyást tekintve, a világra nézve, egyenrangú felek, vagy most már ezen a területen is lehagyta Kína-Oroszországot? Én azt gondolom, hogy az amerikai orosz találkozó azért is valósult meg június közepén, mert az Egyesült Államok egyértelműen Kínát tekinti a veszélyesebb félnek, és az Egyesült Államok nem folytathat több frontos küzdelmet, hanem is háborút, de ugye konfliktust, vagy több állammal szemben. Ezért próbáltak megegyezni az oroszokkal, még ha nem is sikerült olyan jó megegyezés. Ön egyébként nem tartja jónak a Biden-Putyin találkozó végeredményét? Szerintem az attól függ, hogy kinek volt jó. Tehát szerintem kifejezetten jó sikerült Putyin szempontjából, és kifejezetten rosszul sikerült Joe Biden szempontjából. De Bidennél talán ez az egész európai útjára elmondható, nem? Tehát, hogy amennyire meg akarta fékezni Kínát, ott az EU-n belül is eléggé fagyos fogadtatásra talált, meg a G7 országokon belül is, és ugyanígy a Biden-Putyin találkozónál is, bár azt kommunikálták, hogy ez jól sikerült, de valójában azért tényleges eredményeket nem igazán sikerült elérni. Hát én is azt érzem, hogy ez a Bidennek az útja nem úgy sikerült, mint ahogy ő valószínűleg tervezte. Nyilván volt annak is előzménye, itt most konkrétan az európai turnénak, illetve tehát az európai partnerek azért némileg kiábrándultak az Egyesült Államokból, és látszott, hogy az elmúlt években sokkal önálló politikát próbálnak folytatni. Most ez Bidennek már nehéz volt megtörnie, úgymond. Ami az orosz találkozót illeti, hát Biden látványosan visszavett a korábbi nem a hangzatos kijelentéseiből. Nem csak a gyilkosozásból, de itt olyan vörös vonalakról beszélt korábban. Hát most vegyük egyet, hogy az emberi jogokat, mint állította a politika egyik központi elemévé, és hangsúlyozta, hogy Alexej Navalnyi orosz ellenzéki vezetőt engedjék ki a börtönből, Amerika védi az érdekét, stb. Most ehhez képest, amikor már ott volt a csúcson, akkor a vörös vonal, a számára meghúzott vörös vonal, vagy az által kijelentett vörös vonal, az már csak az volt, hogy meg ne halljon Alexej Navalnyi a börtönben, hogy amúgy meddig van börtönben, és hogy kiengedik-e, vagy nem engedik ki, az már teljesen másodlagos számára, csak meg ne halljon a börtönben. Ez egy nagyon látványos pozícióvesztés. Vagy úgy ment oda Putyinnal tárgyalni, hogy mondta, hogy Ukrajna érdekeit képviseli, hogy Krímet nem ismeri a orosz területnek. Ehhez képest Krímről gyakorlatilag semmilyen szó, legalábbis nyilvános, nem tudjuk, hogy az ártalmatok mögött zajlottak a tárgyalások, volt aztán egy közel egy órás sajtótájékoztató, külön-külön tartották Biden és Putyin. De ahhoz képest, hogy Biden korábban Ukrajna legfőbb védelmezőjeként lépett fel, és mindenki azt gondolta, hogy gyakorlatilag a Biden-Putyin találkozó véget vethet a krími konfliktusnak, ahhoz képest semmi nem történt, nem? Hát pontosan, tehát a sajtótájékoztatón gyakorlatilag egyáltalán nem volt szó Ukrajnáról. Azt mondta, nagyjából annyi volt, hogy megerősítette, hogy Amerika ragaszkodik Ukrajna területi integritásához, és megerősítette, hogy szerinte a Minszki egyezményekhez kell ragaszkodni a konfliktus rendezése során, ami egy erős pofon volt Ukrajnának, ugyanis ők hónapok óta, sőt, hanem is évek óta próbálnak kihátrálni a Minszki egyezményből, és egy új formátumot találni a konfliktus rendezésére, mert látszik, hogy a Minszki egyezmények, noha megállították, kétségtelenül megállították a további vérontást, legalábbis magas szinten, tehát ilyen tömeges szinten, de zsákutcát jelentenek. Tehát a Minszki egyezményéből kiindulva jelenleg ezt a konfliktus nem lehet megoldani. Ez egy ugyanilyen befagyott konfliktus lesz, mint a Transnistria. És Ukrajna az elmúlt 2-3 évben
egyre inkább képviseli az álláspontot, hogy egy új megállapodási alapot kell találni a rendezésre. Ehhez képest Biden most megerősítette, hogy de ők is ragaszkodnak a Minszki egyezményekhez, ami az orosz érdekekkel vág egybe. Tehát itt több fronton látványos visszalépés történt az amerikai pozíciókban, miközben Oroszország semmilyen kompromisszumot nem mutatott. Tehát ők ugye azzal nyertek sokat a találkozó révén, hogy megmutatták, hogy már pedig ők egyenrangú partnerek, hogy hajlandó leülni velük az Egyesült Államok vezetője, hajlandó leülni Vladimir Putyinnal. Ugye aláírtak egy nyilatkozatot a stratégiai paritásról, ami egyfajta visszatekintés a hidegháborús korszakban, amikor Reagan és Gorbacsov között is létrejött egy hasonló megállapodás, amiben ugye kinyilvánították, hogy a háborúval soha nem lehet rendezni a helyzetet, ami csak pusztításhoz vezet, és hogy elzárkoznak előle, stb. Tehát ez abszolút visszautalás a hidegháborús időszakra, és hogy a hidegháborút mi jellemezte, ez egy bipoláris világrend volt, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által uralt világrend. És Oroszországnak ez a fajta visszautalás egy hatalmas ajándék. Hát ők is úgy szeretnék láthatni magukat, mint a világrend egyik kulcsjátékosa, még ha nem is bipoláris játékosa, de az egyik nagy hatalom a több közül. És ilyen szempontból ugye megkapták ezt az ajándékot. Tehát ez oroszoknak ez nagyon jól sikerült, Washingtonnak kevésbé. Visszatérve itt a kínai problémára, tehát szerintem az Egyesült Államok azért is volt hajlandó úgymond visszalépni egy kicsit a korábbi harcias narratívából, hogy jobban tudjanak koncentrálni Kínára, mert egyértelműen Kínát tekintik az első számú ellenfélnek, ami hát Kína gazdasági potenciájába, egyre növekvő gazdasági potenciájából következik. Hogyha közvetlenül a posztszovjet térséget nézzük, akkor Kína befolyása még nem olyan nagy Oroszországhoz képest. Nyilván több faktort kell figyelembe venni, például a történelmi múltat, kulturális kapcsolatokat, a nyelvet, ugye az egész posztszovjet térség, akár Közép-Ázsiáról, akár kelet-európai államokról van szó, nagy részben beszéli az orosz nyelvet ilyen vagy olyan formában, ami nem mondható el a kínai nyelvről. A katonai eszközök is, még mindig, noha a kínai fegyver export egyre növekszik ezekbe az országokba, főleg Közép-Ázsiába, de még mindig az alapját a szovjet fegyverzet adja. Tehát ilyen téren Oroszország mindig előnyben van Kínával szemben, de gazdaságilag meg kezdik elveszíteni a talajt. Tehát látszik, hogy Kazaksztánon kívül, például Közép-Ázsiában, minden más országnak, tehát Kazaksztánon kívül, már Kína lett az első számú gazdasági partner, nem Oroszország. Ez alig így másfél évtized alatt változott meg drasztikusan ez a fajta kapcsolat. Tehát Kína már ott van, és a trendek alapján látjuk, hogy nem is tudom, 10-20 év alatt más téren, tehát valószínűleg a kulturális kapcsolatok, a nyelv téren is lesznek változások a posztszovjet térségben, legalábbis ami az ázsiai részét illeti, de jelenleg még nem tartanak ott. Tehát hogyha világszinten nézzük, akkor Kína mindenképpen felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal, és úgy tűnik, hogy Washington is alapvetően Kínától fél. Attól mennyire kell tanulni. De hogyha posztszovjet térséget nézzük, akkor ott még Oroszországnak sokkal erősebb pozíciói vannak, mint Kínának. Végezetül egy utolsó kérdés, hogy attól mennyire kell tartani, hogy mondjuk Kína és Oroszország összefognak akár egy katonai konfliktus esetén, és mondjuk ebben az esetben tényleg kitörhet-e a harmadik világháború? Hú, hát nem akarok ilyen erős prognózisokat tenni. Én szerintem ez egy valós opció, hogy összefognak, ugye ettől félnek Washingtonban is, ezért is ültek nekülön Putyinnal. És ugye erre látunk példákat. Tehát ugye a Shanghai Együttműködési Szervezet pont most júniusban ünnepelte 20 éves évfordulóját, és ez egy olyan
hát lényegében eurázsiai együttműködési platform, amelyben Kína és Oroszország nagyon jól tud együttműködni. Elsősorban biztonsági kihívások miatt jött létre, terrorizmussal szemben, a kibertámadások, stb. Határrendezés miatt, de azóta politikai téren is fejlődik. Tehát ez például egy jó alap ahhoz, hogy ez egy két ország együttműködjön egymáshoz. Ráadásul évek óta Kína és Oroszország közös hadgyakorlatokat is tart, ami hát nyilván nincs tetszésére az Egyesült Államoknak. Tehát miközben ugye amerikai és orosz hadgyakorlatokat el tudunk képzelni. Tehát Oroszország, mint nem tudom, amerikai katonai partner, hogyha egy picit visszatekintünk, nem is tudom, a második világháborús analógiára, tehát ilyen jelenlegi viszonyokban elképzelhető. Tehát hogyha ha én nagyon perspektívikusan, és szeretném, hogy ez ne legyen perspektíva, de ha nagyon perspektívikusan sor kerülne valahogy egy világ égésre, akkor itt mindenképpen Oroszország számára Kína a természetes partner jelenlegi formában, nem pedig a Nyugat. Tehát ezek a kapcsolatok olyan szinten romlottak az elmúlt időszakban, hogy miközben Kína és Oroszország közötti kapcsolatok. Tehát nyilván Oroszország is úgy tekint Kínára, mint egy potenciális kockázat, de nem tud vele mit tenni, mert az ellenségem ellensége a barátom alapon azért. Pontosan, tehát Kína az orosz gáz és olaj exportnak a... tehát ha Európa nem akar vásárolni orosz is gázt és olajat, és egyelőre még vásárol, ugye egyre kisebb mértékben, de egyelőre még vásárol, de ez abszolút reális veszély, hogy egyszer csak azt mondják, hogy kész, nem kérünk többet. Ugye ezen dolgoznak az Európai Unióban is, hogy diverzifikálják az energiállátást, máshonnan hozzanak gáz és olajat. Tehát ilyen szempontból Kína az, amely úgymond kimenti Oroszországot, hatalmas energiaigénye van, és sikerült ugye kiépíteni Kína felé vezető gáz és olajvezetékeket. Tehát most már, ha egy ilyen abszolút minden téren egy törésre következne sor Európa és Oroszország között, akkor bármikor átkapcsolják a teljes kapacitást. Ki tudják bővíteni úgy a kapacitást, hogy jól jöjjenek ki belőle. Gazdaságilag is, hogy az orosz-kínai gazdasági forgalom rendkívül magas szinten van, katonai együttműködések jelen vannak. Tehát ilyen szempontból Kína és Oroszország közötti együttműködés felívelő fázisban van, miközben a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés pedig hanyatlik. Kíváncsian figyeljük a fejleményeket. Benda Zsevszky Anton, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.